Na csácsomi csőtészta. Csokoládés traktorkerék. Leültem erre a traktorgumira itt ezen a lerobbant TS telepen, és azon filózok, hogy igaz, hogy ez a TS telep nagyon-nagyon le van robbanva. És felnőtte a gaz. És a gépek teljesen le vannak szerelve. És gyakorlatilag alig van pénzünk, de szeretjük a kihívásokat. És úgy gondoltam, hogy lehet, hogy fel kellene virágoztatni ezt a kis környéket. Ja, itt sétálgattam az előbb egy kicsit. Aztán néztem az épületek állapot, az szörnyű. Szerintem nem tudom, hogy mikor építették őket, legalább 50 éve, gondolom még az 5 éves terv. Mert amikor megpróbálták megvalósítani, de tényleg borzalmas. Villámos hálózatról nem is beszélve. Mindenhol ganajli csordogál. Gépek fele. Nem hogy használhatatlan, hanem mozdíthatatlan gyerekek. Itt van például ez is. Benőtt a fű, hát talán több 10 éve itt lehet. Jó, hogy körülnéztem. Hú, gyerekek, ez a gaz, a tenger, ami itt leledzik, az borzalom. Hát itt is például ez. Ezekkel, nem tudom, talán a vasba kellene elvinni őket, azzal kellene kezdeni. Én úgy érzem, hogy egy takarítást csinálunk ezen a telepen, mert ez borzalom, ami itt van. Hát gyakorlatilag nézzétek meg, hát az államig ér a fű, az államig ér a fű. Itt is van egy kombájn, ami... Ó, hát ez rettenetesen használhatatlan állapotban van. Egyébként kaptam egy levelet, elvileg a régi TS igazgatója az olyan 10 éve hagyta itt ezt a helyet. Vannak járművek, amik használhatóak elvileg. Azt mondta, hogy nézzünk rá, hát ha találunk olyat, üljünk be ezekbe a gépekbe, de hát abba a kirovecbe szerintem nem nagyon kellene beülni. Itt van egy Urzus is. És már belenő a bokor, gyerekek. Belenőtt a bokor az Urzusba. Nem tudom már. Próbáljuk elindítani. Hát ha. Na, oda nézzetek. Nagy nehezen. Jó, ez az Urzus, úgy látom, innen ha ki tud menni, azt átnézetjük, felviszem a TMK-ba, mert ez is elég nyögvenyelősen közlekedik. Ez az. Ja, itt a TMK egyébként, TMK műhely, már sétáltam egyet, körülnéztem. Azt mondták a TMK műhelybe, épp elkészült, 10 évvel ezelőtt épp elkészült egy gép. Ezt is jó lenne megnézzünk, hogy mégis miről beszéltek. Pontosan nem is beszéltek arról, hogy a levél, ugye hagytak nekem egy levelet az előző igazgatóak, mi 10 évvel ezelőtt ment, találtam az irodába, hogy vannak gépek, de hogy pontosan mik, azok nincsenek leírva. Na. Na gyerekek, van itt egy 82-es MTZ-nk, egy nagy kabinos, ami elég pusztulat, hervadt állapotban van, de talán ez is használható lesz nekünk. Jó, van egy Urzusunk, az Urzusra bejárok, aztán egy kicsit átnézzük, mert ez is szerintem azért kapott. Na, óvatosan bejárunk. A rozsda marja nem ragyog, magyar gyerek vagyok. Jó, ezt is a TMK-nak itt hagyjuk. Nem, mint hogyha lennének embereim, de talán majd valami lesz. Hát nézem a garázsokat, gyerekek, hát ha találunk még valamit. Meg majd itt a gyöppöt, hogyha lekaszáltuk, akkor talán találunk szerszámokat, amiket használni tudnánk. Annak tudnék körülni, ott is egy forsit. De hát úgy látom, hogy az is benne van félig a földben, nem biztos, hogy működne. Hát ez üres. 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 Gyerekek! Megfogtuk az Isten lábát. Ráadásul egy permetező sifa. Na, ez az gyerekek, végre van jó hír.
Nagyon szép. Szóval ki van takarítva a gyerekeket? Hát szerintem nem sokat permeteztek ezek a... ezek a... régi TS-be. Jó, ez ki gyerekek. Kicsit kiolom, megmozgatom. Föcre indul gyerekek. Az NDK technika. Nagyon szép. Aj, nagyon jó, nagyon jó. Jó lesz a srácok, ez maradjon itt akkor. Jó kis ifa. Meg kell nézni, hát ha van, majd találunk még valami járművet. Üres. Wow! Zetor Kristál. Igen, jó. 16-145-ös Zetor. Nagyon, nagyon szuper. Örülök neki. Nézzük meg a többi garást először. Hoppa! Zil 130? Zil 130? Na, azért alakul, alakul. Ha, mi rajlik a következő ajta mögött? Ó, Lada Niva. Bár ez nem tudom indul-e, hát ez le van nagyon rozsdásodva. De azért gyerekek, ezek olyan járművek, hogy a világból kimentek. Egy 1.6-os motor. Ó, van itt nekünk egy... van itt nekünk egy kombájnunk is. És azt hiszem, hogy talán ennyi. Jól van. Ennyi, nézzük még körül, hát ha valami van. Mindenhol van Ajli, szörnyű. Ó. Oh. Van egy Zil. Tűzoltó autó. Amiben nincs, nem tudok beszállni, nincs meg a kulcsa. Hát ez... hoppa, itt is egy Zil. Úristen, gyerekek. Úristen, hát Csernobil és környéke. Shiva. Valaki szerelmes volt Shivába. Hát ez a... ez a siló, ez egy kicsit le van robbanva. Itt is Porsche-t, maradványok, Kirovec. Gyerekek, ez látszik, hogy még annó, ez még a fénykorába. Nem volt olyan rossz ez a TS telep. Mindenképpen, gyerekek, itt rendet kell, le kell kaszálni itt a környéket, mert ez borzalom, ami itt van. Így, tényleg. A munkaeszközök is szana széthagyva. Nekünk ez nem lesz jó. Milyen környék ez? Úristen, itt egy nem MTZ, hanem nem is tudom milyen gép. Amúgy szép környék, nézzétek gyerekek. Jó van. Ott van egy szippantós tartály, vagyis egy vizes tartály. Itt vannak még. Sárga Najlé. Ezek a faépületek is csoda, hogy még egyben vannak gyerekek, borzalom, hogy néznek ki. Jó, és körülnézek, na. Istálók is vannak, vagy mik vannak itt? Ó, az csak retesz. Ó, jól van. Na, mondj gyerekek. Úgy, hogy nézem. Aha. De mit kell leraknunk? Várjatok. Ránézek, hogy mit kell leraknunk, mert... sajnos az a baj, hogy egy szovjet térképet kaptunk ehhez az egészhez, és... abból, azzal kell gazdálkodnunk, úgyhogy rá kell jönnünk, hogy Kapecka Komorucka kell. Jó van, srácok. Grafóállomás. Itt van a hátsó bejárata, ugye a... ezeknek szuper gyerekek, szuper. Hát mindenképpen rendet kellene raknunk, a TMK itt tud dolgozni. Hopp, ez a pótkocsi is, minthogyha még... hát ki van düve az oldala, de talán még használható, majd ezt is a TMK talán megoldja. Nem mondj, gyerekek. Szerintem vannak itt még eszközök, amiket tudunk használni. Kicsit összerakjuk itt a dolgokat. Kihozom szerintem megnézzük a gépeket, jó? Megnézzük a gépeket, srácok. Mennyire vannak szép állapotban. Jó, az Etort szerintem sokat nem használták, az egy újabb jármű lehet aztán. Azért. Jó, a Zil is egész kis pofás. Oh. Jó, van gyerekek, a íze is a Lada Niva. Kicsit rohad. Küszöbcsőre ráférne. Ez van. És ez is milyen szép állapotban van, gyerekek. Szerintem lehet, hogy mást használtak. Ezt a bizont ezt hagyták, mert ugye ez egy ilyen nagyon régi technika, de hát jó van, srácok. Oké. Okay. De padon ültek régen a munkások. Szerintem teljesen jó.
Megnézzük, kihozom az MTZ-t, aztán itt körülnézünk egy kicsit, hogy találunk-e még munkaeszközöket. Ja, az MTZ-t megnézzük, megindítjuk, hogy egyáltalán megye még, ez működik. Ó, hát hogy nem működne, gyerekek, nagyon jó, nagyon jó. Olyan ismerős nekem ez az MTZ. Jó, kitolató. Egyszerű. Ezt a pótkocsit megpróbálom kirángatni ebből a dzsungújból. Hát itt mindenképpen gyerekek, egy területrendezést, azt mindenképpen szeretnék. Ez, ami itt van gyerekek, ez egy forgalom. Ha. Jó van. Ráfogtunk. Remélem a kerekek azok... Lehet, hogy pumpálás kell nekik. Hát jó lesz ez gyerekek, jó lesz ez. Jó lesz ez. Igazán mi romoljon el egy pótkocsit, nem igaz gyerekek? Nagyszerű, nagyszerű, imádni való, imádni való. Oké. Finoman elmegyünk vele. Kiráratjuk, egy helyre viszünk minden gyereket, mert ez így nem lesz jó. Várjatok egy pillanatra? Megnézem a TMK-t. Uh-huh. Jó van, oké, itt lehet testre szabni, vagy megjavítani. Jó van gyerekek, majd lehet, hogy egy kicsit változtatunk ezt-azt. Szépen finoman közlekedünk. Még a gépek tíz év állás itt után azért ne kínozzuk őket agyon. Jó van, szuper. Jó, ez a pótkocsi gyerekek, kicsit ki van düve az oldala, más baja nincsen, úgy látom. Hát ez használható, jó. Látom, fék az nincs rajt. Ott rohadjon meg, nem igaz? Szerencsére MTZ-ink van. Imádom az MTZ-ket, gyerekek. Jó van. Nekiállunk aztán gazdálkodni ám okosba. Körülnézek még, hogy nem-e találok valami mocskot, amit tudok használni. De az alakuló térre kihozzuk. Megnézzük, nincs valami eszköz, amit meg tudnék használni, mert köllere. Úgy látom, hogy hát 150 ezerünk van még, pont egy földet még tudnánk venni talán. Kéne. Az a baj, ugye a földeket az összeset eszették. Itt van valami. Ez a gumira rá van dobva. Mi ez gyerekek? Halljátok, kicsit megnézem, hogy mi ez, mert belebújok ide a checkmatbe. Ó, mi van itt? Úristen. Látom, ez egy kulti. Kultivátor, hát megpróbáljuk kihalmozni innen. Tehát, ha egyáltalán fel tudom venni. Ide van dobva. Jajjaj. Jó van gyerekek, ez jó lesz. Ezt is leviszem. Ezeket figyeljetek. Tudom használni. Ezeket tudom használni. Kicsit emeli az elejét ez a kulti. Nem tézirek, de a Settle Crystalnak ugye biztos már megfelelő lesz. Ezt is kiviszem oda a Petrol placra, lássuk, hogy mégis mink van. Tudjunk vele dolgozni. Szép.
Szép, egy fröst is ráférne. De ott rohadjon meg ez is. Egy a lényeg, tikok előtt legyen víz. Jó van. Ide lepakolok szépen, mert... Össze jó nekünk. Jó van, gyerekek, ide ledobom. Még körülnézünk, hogy nincs-e valami, jó? Körülnézünk. Éles szövetek a pályán legyen. Esek ám. Markoló az ugye a K700-esé, nem köl. Igen, nincs-e valami. Indulnak a budik. Hát ez a check, le kell check mentőni, gyerekek. Mert szerintem én azt mondom, még van. Egyszerűen felhaborító, ami itt van, ez a környék. Felhaborító. Egyszerűen nem látod meg a lomot. Ó, gyerekek, az lesz. Azt a ganyarilés rohadt élet. De hát mi van itt, gyerekek? Mi van itt? Milyen munka ez? Hogy lehet egy ilyen? Na figyeljetek, arra gondoltam. Jó, lerakom az MTZ-t. Megnézem, itt volt, amikor mentünk kifelé, volt itt ez a föld. Nézzük meg azt a Ruszki térképet, amit kaptunk. Azt mondják, a 33-as az a miénk. Viszont az 1-es. Földek. 155 ezer. 200 ezer az egyes fő, gyerekek, az egyes fő. Ez a miénk. Érték, 1 millióba kerül az a főd. Az jó. 18-as. 400 ezer. Jó van, gyerekek, figyeljetek. Amikor a földet nem veszünk, arra gondoltam, hogy még körül jönne nézni a boatba. Hol a boat? Járművel venni. Itt van lenne a boat. Ezt megjelöljük magunknak. Lemegyünk a Nivába, jó van? Megnézzük, hogy mit lehetne venni még. Hol van a Niva? Oké. Okay. Jó. Na tényleg is szép a beltek. Takarításra férne. Amúgy nem rossz. Na merre kell menni? Arra meg. Megnézem ezt a Ruszki térképet. Itt kimegyünk erre az útra. Aztán le. Jó. Ebbe a városba kell venni, hogy egy több város van. Jó van, gyerekek, adjunk neki az érzésnek. Tempomatot lőjük be szerintem egy 50-re, aztán úgy szépen kézigazda lekecselő. Megnézzük a környéket. Nagyon fejlett környék. Szép a vidék, tetszik a vidék. Nagy kanyar jön. Hát igen. De el van hanyagóval rendesen. Ott van a falu. Lemegyünk szépen, megnézzük a boltba, milyen járműveket lehet venni. Akkor figyeljetek, földet most nem veszünk. Viszont kaszát kellene vennünk. Meg kellene vennünk akkor egy, szerintem valami, esetleg valami nagyobb képet. Erre nem megyünk, gyerekek, erre.
lejtő következik. Azt a betyár gyerekek, itt aztán tényleg van lejtő. Motorfékkel lecsurgunk szépen. Lada 4x4. Jól teszünk. Nem olyan kicsi ez a hely, gyerekek, ez a térkép. Azt a rohadt térbe mekkora távolságok vannak itt. Ha meglátszik, hogy... Meglátszik, hogy Ruszkinnál vagyunk. Hát ezt a vállalkozást beindítjuk. Én arra gondoltam, hogy is ezt a TS telepet. Összeszedjük magunkat. A kukorica. Van itt minden. Azt tervezem, akkor megnézzük most, hogy mi a... Mit lehetne venni, még milyen gépet lehetne... Mihez lehetne hozzájutni. Megnézzük ezeket a gépeket is, amik nekünk vannak, hogy esetleg mit lehetne módosítani rajtuk, tudjátok-e. Van-e olyan, amit érdemes lenne a TMK-ba rászerelni? Hasznosíthatnánk dolgokat, ugye? Na, egyenesen. Mert egy kihalt reggel, 9 órakor még a környék. A Lada Niva, azt tudjátok, hogy azt csinálják újabban a rallisok, hogy ugye Lada motort az 1002, vagy a az erősebb Ladákba, hogy még jobban, még erősebb motort tudjanak kihozni belőle. Szavasz, oda nézzetek, a izébe megy. Lada Samarával. Biztos az volt a Szergej. Na, a izéket, Lada Nivákat raknak bele, meg még ráadásul felfúrják. Ezt azt használják ezerre. Gyerekek, ezt a környéket érdemes lesz kiismerni, hatalmas a terület, úgy látom. Gyönyörű. Tényleg alapatos, hogy le kéne vinni ezt a gépet, mert ebből nem lesz. Nem lesz az így jó nekül. Na, mindjárt odaérünk. Aha, benzinkút is van, jó van. A benzinkút. Balra kanyarodni tilos. Majd rágyüttök. Ó, a rohadt életbe rendőr. Ah, meg büntet. Kockoladába volt. Jelen vagyunk. Jó, odaérünk. Hát ez a gazella meg mit csinál? Buszpálya udvar. Legalább megismerjük egy kicsit, hogy mi a szituáció. Várjátok, álljál meg. Álljunk meg már. Ki volt? Nem a izé volt, a Mari volt a buszon? Anyátok úristenét. Ha mit lestek ti? Márján, jó megtömtétek ezt a buszt, az anyátokat. Meg vagy tömve rendesen. Ha itt a Marie! Ott meg van a Hitler. Itten bujkál. Gyerekek, itt meg izé van, LCD TV-k vannak a busz üvegek helyett. Jó, adjunk az érzésnek. Fékség is itt van. Jó. Gyerekek, futkosnak. Itt is vannak érdekes dolgok. Hogy keveredek ide ki, gyerekek? Ha, itt van a izé. Jó, itt a bug. Ha megszorulunk, akkor veszünk a pénzt. Nem nagyon akarok megszorulni. Elkeveredünk ám, gyerekek. Olyan szűk, sikátoros utcák vannak itt.
Na, itt is a rendőr. Bent, miért a izébe? Ajajaj, az ill. Jön az ill. Talán átérünk, ja, mert vasút túloldalán van. Át kell menni a vasúton valahol. Ezt egy átkelő, ha jól látom. Ó, nem. Ó, gyerekek. Nézzé, Keeper, ne csak menjé. Lesz az átkelő. Óvatosak legyünk. Hát ipor minket a vonat. Nem lesz jó nekünk. A vasútállomás is, aha. Ezt is jó tudni. Nem vagyok valami jó helyen, én attól félek, de jó van. Na van gyerekek, egy kicsit el vagyunk veszve. Busszak ölöd volna Gyuri, mi? És van valami, mindenhol van valami, ez milyen é? Hoppá, ezt lehet, hogy meg lehetne venni magunknak, azt a lenne a miénk. Megjöttünk a bóthöl. Megjövünk a bóthöl lassan. Itt lesz a bót, jó van. Alig, hanem... Lassan odaérünk, hoppa. Gyerekek, fél tank benzin nem egy, mire leérünk ide. Jó van, megjöttünk. Fasza. Megnézzük a... Megnézzük a kínálatot, gyerekek. Félreállok, jó. Megnézzük a kínálatot, hogy mégis itt egy bankautomata is egyből. Jó van, nézzük már, mik vannak, gyerekek. Meg a milyenket is átnézzük, hogy mégis mi van. Ah, ja, nekünk egy ilyen van, ha jól látom. Nézzük meg, hogy miket tudnak, hogy lehetne ezeket alakítani, ugye. Gyönyörű kis szerkezet ez. Meg ugye látjuk, hogy hány lóerős, meg hogy mi van. A billogot tudnánk rávenni, a keréksúlyokat, amik azok se egy azontalan dolgok. Hát ezek a tákolmányok, amik ezekre rá vannak szerelve. Ah! UMZ, a Minszki traktorgyárnak a csodája. Mennyi 60 lóerős, hát ez egy ilyen kis pötyöre traktornak egész jó lenne, de nekünk igazából itt van ez, ami szintén 62 lóerővel veselkedik neki a dolgoknak. Közepes traktorokban is vannak nekünk lehetőségek. Ó, gyerekek! K710 közepes traktorként megadva 500 lóerő. Az, gyerekek. Na, hát egy ilyenne azért majd a nagyobb fődeket a V12-es motorral majd durantjuk. Ja, nekünk van egy MTZ-nk, amire nem lehet rakni semmit se. Ah, van nekünk Zetorunk, igen, és erre szintén nem lehet, csak azt lehet, viszont keréksúlyokat tudunk rárakni, ha úgy van. És ebből az Zetorból van egy jó pár. Nagy traktorok között megnézzük, hogy mi van. Vásárolni is akarok mindenképpen, ha van K700-as. És van HTZ. HTZ, 170 pacis. Viszont lehet rendelni ki, 83 ezer ér már. 240 lóvas verziót is, de viszont a K700-as alapban 225 lóerő. És ja, a K700-a és a K701-es motorral is, 300 lóerőssel, és 500 lóerőssel és a K710-es motorral is. Csoda, csodálatos egyébként, nagyon és lehet dupla kerekekkel. Na hát igen, ez nem rossz, ez 113-ba kerül, még meg is tudnánk venni. Nézzük meg, miket tudnánk esetleg venni. Nézzük meg a teherautókat, jó? Mi van, amit érdemes lenne? Ilyen zillünk van. Van kamoz. Nyerges kamoz, de egyébként a nyerges még egyelőre nem nagyon kell nekünk. Van ifa. Viszont most még egyelőre tudunk szállítani, van egy zillünk. Azzal nincs is semmi probléma. Igen. Ezért kellene nekünk. Talajlazító. Hol vannak a kaszák, gyerekek? Kaszálógépet. Valami kisebb kaszát, amivel le tudnám ott nyesni a füvet, mert iszonyatosan nagyon-nagyon csúnya. Nagyon csúnya. Valami kisebb kis kütyműtjött, gyerekek. Egy ilyen 16 ezer évben újítok mindenképpen. Szerintem az lesz.
Ez ilyen, ha túl, hogy ez kifordul, nézzük ezt meg, ez az elejére megy. Ez első, ugye? És ez mi? Ez ilyen vontatott? Ez a vontatott. Hát ez is nekem teljesen jó lenne. Ja. Ez ilyen oldalsó, ugye? Ez oldalra kihajtlik. Aha, 4-3 méter perce oldalra ki fogja csapni. Ugye ez ilyen vontatott. Mondjuk egy ilyen oldalra kihajló nekem egy jobban bejövős. Bár ezzel meg jobban elférek. Jó, gyerekek, egy ilyet fogunk menni. Ez mindenképp kell, meg akkor egy traktort gondolkozzunk. Gondolkozzunk egy traktorba. Milyen traktort lehetne? Nagy traktort még nem nagyon akarok. Inkább lehet, hogy kicsi traktorral megelégszünk. Veszünk egy ilyen belarúzt, jó? Srácok. Veszünk egy ilyen belarúzt. És ez nekem úgy bejövős? Hát nem biztos, nem biztos. Minek vegyünk még traktort, nem igaz? Az is igaz, srácok, hogy minek vegyünk traktort. Na nézzük meg egyelőre most akkor. Lehet, hogy akkor majd inkább egy nagyobb gépre. Egy K700-as mondjuk tudnék venni, és akkor azzal nagyobb munkákat is el tudnék végezni. De egyelőre nem. Ezt nem tudnám elvontatni haza? Nem, mert 3 pontos, mi? Hogy tudnám? Jó. De viszont nem is tetszik. Nagyon nem. Lehet, hogy az oldalra kinyíló lesz. Ment az oldalra kinyíló lesz, gyerekek. Valahogy nem bejövős. Aratószerkezet ehhez nincsen, úgyhogy azt is kell vennünk, srácok. Oké. Ezt eladom, még időben van, és akkor veszünk egy... Hol van? Nem, soha nem találom meg, mindig olyan idei vagyok. Van vakcsata vagyok. Na, egy ilyet. Ilyen oldalsót, jó lesz ez, gyerekek. És tudjátok mit? Azt csinálom, hogy ezt vissza is ugratom, azt akkor nem lesz rá gond. Visszaállítás, igen. És akkor itt is egy visszaállítás, igen. És akkor az lesz, hogy nekiállunk. Nekiállunk kaszálni, hát az, ezt odébb viszem egy kicsit. És valamelyik kisebbik traktorra nekiállunk. Használni, mert ez nem, egyszerűen nem tudom elviselni ezt a milliót, ami itt van. Hol van, gyerekek? Hol van az én? Hol az Ursus? Jó, van, megvan. Ahogy gyerekek, ez rendesen kapar. Hát kereksúlyokat kéne rá venni, nagyon durván kapar. Kis tereprendezést dobunk, aztán csináljuk tovább a melót. Nyeklik, nyaklik ez a gép, gyerekek, nyeklik, nyaklik. Egy kicsit nagyon fékeztem. Hát igen, ez használógép kinyitása. Igen, ez oldalra gyílik. Hát ez borzalmasan nagy. Hát nem tudom, gyerekek, ez borzalmasan nagy. Egy kisebb kaszát lehet, hogy kére venni, vagy felvenni valakit damilossa itt lecsapja le van, mert ez borzalmasan nagy. Na jó van, gyerekek, tudjátok? Mint a következő részben akkor lehet, hogy egy kisebb kaszát még rendelünk, hogy a bótba legyen. Az-e? Jó van, oké. Hogy a bótba legyen. Aztán akkor... Nekiállunk egy kicsit termelni. Megnézzük itt a hangárakat. Jó van. Oké, srácok. Akkor köszönöm a figyelmet. Azt írjatok ötleteket, hogy milyen gépeket szeretnétek még. Hogy rendeljünk a boltba, és akkor ott ugye tudunk vásárolni magunknak. Még különböző járműveket.
Ah, egy csoda gané van itt. Borzalom, gyerekek, ez a millió, ami itt fogad minket, ez a... Trendet kell raknunk. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Szevasztok!